A mai napon négyen adtak számot gázhálózat, rendszerszerelés tudásukról a Kecskeméti Szakképzési Centrumnál. Nagyon régóta érdekel, meg a hegesztések, egyéb ilyenek nagyon tetszenek. Hát meg azt, hogy nincs ugye olyan rendszer, mindig más kell kitalálni. Idén közel 1000 fő tesz szakmai vizsgát, ami a héten május 10-én kezdődött el. A mai napon pedig a gyakorlati vizsgák indultak el. A szakmai vizsgákban sem tartunk szóbeli vizsgát, de a gyakorlatot értelemszerűen megtartjuk, és a gyakorlati vizsgák a mai napon kezdődtek el. Például a körülöttünk látható gázhálózatszerelő, rendszerszerelők vizsgájával, tehát egy eléggé húzós hétnek nézünk elébe. Ezek mellett még a mai napon az ágazati szakmai érettségi vizsgák is zajlanak. Az idei évben a szóbeli vizsgák elmaradnak, helyette az írásbeli, illetve a gyakorlati részeket tartják meg. A mai vizsga során például a feladatokat rajz alapján kellett pontos méretre készíteni. A diákoknál ilyenkor az egyes munkafázisokat is figyelemmel kísérik. 9. évfolyamban a diákok ugye a tanműhelybe töltik, itt megtanulják a megfelelő alapfogásokat, ezután a 2 évig pedig külső munkahelyeken gyakorolnak, és tulajdonképpen ezzel adnak számot a tudásokra. Nyilván egy-két fogást lehet ugye ilyenkor vizsgán számon kérni. Abban az esetben, amikor van szóbeli is, akkor a szóbeli 20%-ot, a gyakorlat pedig 80%-ot képvisel a végső értékelés kialakításánál. Az ágazati érettségvizsgát közel 600 diák írja. A következő napokban pedig írásbeli vizsgák is fognak zajlani. Az írásbeli döntő része a héten lezajlik péntekig, és utána még a többi szakmában folyamatosan egész májusban, illetve június első hetében fog a szakmai gyakorlati vizsgák tovább folytatódni és lezárulni. Tehát június elején lezárják a gyakorlati vizsgákat is a diákok. Reméljük sikeresen. Stabilnak mondható a szakmát tanulók száma, hiszen látják a diákok és szüleik, hogy sikeresek lehetnek benne, mondta el Ignác Bence. Az informatikához kötődő szakmák egyre népszerűbbek, de a hagyományos szakmák is vonzóak maradtak a jelentkezők számára.